Február 23-a volt a szocialisták által Fekete Kednek nevezett kedd reggel, amikor is hát a felvételek önök előtt már egészen biztos ismertek. A Nemzeti Választási Iroda épülete előtt 4 óra után nem sokkal kigyúrt fiatalemberek jelentek meg, dosszékat osztottak szét egymás között. Látszólag legalábbis a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét az egyenes beszédben azt mondta, hogy mindannyian állampolgári jogukat akarták gyakorolni, és népszavazási kérdést hoztak benyújtani, azért nem is intézkedett az iroda vezetője, mert hogy nem történt semmiféle rendbontás. Annyi viszont történt, hogy Nyakó István nem fért oda a karoktól, lábaktól, vállaktól, kezektől a blokkoló órához, hogy beadja a kérdését. Na, 6 héttel a történtek után ma a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetője is feljelentést tesz a rendőrségen. Litresits András a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Ez ma így könnyen, ugye a bizottság szocialista delegátja a mai bizottságülésen, ez így könnyen, mint kés a vajon, átment, hogy hú gyerekek, hát 29-én itt valamit nagyon benéztünk, tegyünk gyorsan feljelentést. Először egy technikai mondattal kezdeném, hogy ma este sem a Nemzeti Választási Bizottság nevébe teszem a nyilatkozatomat, hanem a saját nevemben. Így is úgy is kap figyelmeztetést szerintem, de igen, ez rendszeresen megtörténik, csak nem szeretném, ha bármelyik néző azt gondolná, hogy én a bizottságot képviselem ma. Értem. Ma 5-3 arányban szavazta meg azt a bizottság azon napirend kiegészítési javaslatomat, hogy legyen jegyzőkönyvi döntés a rendőrségi feljelentés megtételéről. Tehát ez 5-3 arányban ma úgy döntött a bizottság, hogy ezt napirendre vesszük, és a napirend tárgyalása során végül is egyhangú 8 igen szavazattal úgy döntött a Nemzeti Választási Bizottság, hogy rendőrségi feljelentést tesz a február 23-ai események miatt. De várjon, a kettő között azért nem teltek el hosszú órák vagy napok. Az, hogy hogy tegyünk feljelentést, ezt tárgyalja meg a bizottság, ez volt ugye az ön javaslata. Erre azért hárman azt mondták, hogy erről inkább ne beszéljünk a mai bizottsági ülésen? Hát szavazatukkal azt fejezték ki hárman, többek között elnök úr is, ha jól emlékszem. Az elnök is ellene szavazott, hogy ez napirendre kerüljön? Én úgy emlékszem, hogy igen, remélem jól emlékszem a szavazótáblára, de volt ott elég nagy sajtó jelenlét kamerákkal is, úgyhogy gondolom ez könnyedén visszakereshető majd. Arról döntöttek, hogy nem kell ezt ma napirendre venni, tehát tulajdonképpen lehet egy ilyen magyarázata is. Nyilván ezt ők szóban nem indokolták, hogy miért nyomtak nemet. Nemet. Ugye a HVG írt arról, hogy gyakorlatilag ezen a 29-i ülésen, vagy azt megelőzően, azért nem nézték meg a bizottság tagjai a kültéri kamerák felvételeit, amit azóta már a nyilvánosság láthatott, láttuk, hogy dosszékat osztogattak szét, láthattuk, hogy előzékenyen beengedték Erdősinét az épületbe, viszont nem engedték, vagy hát sokkal később, 40 perccel később jutott be Nyakó István, mert akkor még nem késett le semmiről. Szóval, hogy volt akarategyesség, bármiféle viszony a kigyúrt fiatalemberek és Erdősiné között, arra utalnak a kültéri képek. De ezt a 29-i, február 29-i ülésen a bizottság nem nézte meg. És állítólag azért nem, mert Patyi András és Pál Filona a bizottsági tagokat gyakorlatilag lebeszélte arról, hogy ezt megnézzék. Ez igaz? Hát szó szerinti lebeszélés nem volt. Tehát kettő dolgot nem szabad elfelejteni. Február 29-én az elnök úr egy olyan javaslatot terjesztett be, ami alapján a Nyakó István kérdés lett volna, szabad úgy fogalmaznom, a befutó kérdés. Ezt a bizottság 7-5 arányba leszavazta, és azt mondta, hogy Erdősi Lászlónél kérdése a befutó kérdés, és azzal a szerintem elfogadhatatlan indokkal és magyarázattal, hogy megfelel a személyes benyújtásának az, hogyha Erdősi Lászlónél helyett egy fiatalember nyújtotta az ő beadványát az érkeztető géphez. Igen. Ehhez képest azok a tagtársaim, akik február 29-én úgy szavaztak, nyilván a média által nyilvánosságra került felvételek kapcsán most utólag már gondolhatják úgy, hogy mi lett volna akkor, ha. De mi volt ezzel a felvételek? Miért nem vetítették le a felvételeket? A külső kamera felvételeknek a megnézését azt én indítványoztam a február 29-i bizottsági ülésen. Ezt, ha jól emlékszem, 8-4 arányban leszavazta a bizottság, és én itt is patthelyzetben voltam, mert én már másnap, február 24-én, mint a Nemzeti Választási Bizottság tagja, kértem Pál Filona elnökasszonytól, hogy részemre és a soron következő MV-b ülésre állítson össze egy felvételt, amiből lehet látni, hogy ki mikor érkezett oda, és azt gondolom, ezekből is kiderült volna, hogy mi történt ott reggel. Na,
Ennek a kérésemnek március 2-án tett eleget elnök asszony, ami azt gondolom, hogy nem volt finoman szólva egy szerencsés megoldás, hogy 29-i bizottságülés után március 2-án megkapom a célét, hogy de ott 29-én akár ráutoló magatartással, fél mondattal, mi hangzott el, ami vagy igaz egyáltalán a HVG bizottsági tagokra hivatkozott információja, hogy gyakorlatilag a két elnök lebeszélte a bizottsági tagokat, hogy nincs értelme megnézni ezeket a felvételeket. Elnök volt ilyen presszió? Hát ez relatív, hogy ki mit érez pressziónak. Arra határozottan emlékszem, hogy Pál Filona elnök asszony azt azzal kezdte a videó összeállítását, hogy azt a részt hangsúlyozta, amikor Nyakó István odament az érkeztetődép közelébe, és ott nyilatkozatot tett. Tehát ezt, ennek rendkívül jelentőséget tulajdonítottak. Érdekes módon, amikor elnök úrnak a jegyzőkönyvben rögzítése került is egy kérdés elnök asszonyhoz, hogy van-e valami jelentős, ami említés érdemel, nem volt erre az a válasz, hogy például hajnalban a kopaszok mappát osztogattak, és ez a külső kamera felvételek alapján látható. Ez az, hogy nem mondták. Ja, tehát nem mondták. Tehát ez az, ami gyakorlatilag, ha lehet így fogalmazni, hogy elhallgatásra került február 29-én. Az a mondat elhangzott Patyi Andrásról, amit már olvashattunk a sajtóban, hogy ő azt mondta ezen az ülésen, hogy nem vagyunk mi közterület felügyelők? Valami hasonló, én úgy emlékszem, hogy elhangzott tőle, és talán még valaki azt is mondta, hogy most nincs időnk mozizni, itt nagyon rövid határidőkkel kell dolgozni, az majd a rendőrség és egyéb hatóságoknak a feladata, hogy megvizsgálja, hogy mi történt ott. De ebben a legfurcsább, és azt gondolom a jövőre nézően egy nem tartható gyakorlat, hogyha bárki más bizottsági tag vagy én kérek egy felvételt, ami a Nemzeti Választási Bizottság épületét érinti, mert az az épület ugyanúgy a bizottság székhelye, mint az iroda székhelye. Ha én kérek egy felvételt február 24-én, nem tartom nagyon szerencsésnek, ha én ezt március 2-án kapom meg. Amikor... Hát Nyakó István ebből szempontból még szerencsétlenebb, mert hogy neki meg március 16-án lejárt a jogorvoslati kérelem határideje a kúria felé, és megkapta 17-én a felvételeket, vagy 17-én járt és 18-án a kültéri képeket, ami alapján egyébként a kúria döntésében azt kimondta, hogy Nyakó Istvánt akadályozták a jogának gyakorlása közben, de akarat egyességet a szereplők között, mert mint a kigyúrtak és erdősének között nem tudott megállapítani, mert nem volt semmi a kezében. Igen. De hát a jogorvoslat lejárta után már nem is lesz semmi a kezében, igen, és akkor kapta meg Nyakó István. Ön nem adhatta volna oda Nyakó Istvánnak a felvételeket március 2-a után? Én nem kívántam átadni ezeket a felvételeket. Miért? Hát én az MSZP-s delegált. Értem én, de ilyen erővel akkor bárki bárkinek bármit átadhatna. És, miért az MSZP-s delegált nem adhatja át az MSZP-nek? Voltak ezenek a felvétel, amikor én megkaptam ezt a CD-t, akkor ezt olyan kísérettel kaptam meg, hogy a jegyzőkönyvet vettünk fel, amire eddig nem volt példa. És többen elmondták, meg a sajtóban is megjelentek, már február 23-át követően, hogy ott bizony-bizony az új polgári törvénykönyv alapján bárkinek a képmásod kikerül, ebből lehetnek visszás problémák. És többek között ezért is fordult az adatvédelmi hatósághoz Pál Filona elnök asszony, aki egyébként már március 10-én válaszolt, hogy ezek a felvételek kiadhatóak. De most közben mutatjuk is a nézőknek a felvételeket, hát ezt odaadhatta volna Nyakó Istvánnak, hát itt senki nem tudja beazonosítani, hogy ő a Józsi, ő meg a Jenő. A felvételek átadása, tehát engem már többször, hogy is mondjam, célkeresztbe állítottak ebben a vasárnapi Bolzár ügyben, gondolok itt Vodicska úrral, amikor először találkoztam önnel is, és ebben az ügyben is én messze menőkig el akartam azt kerülni, hogy ez az ügy rólam szóljon, és utána mindenki azzal vádoljon meg a bizottság, meg akár bármely hatóság részéről, hogy én milyen alapot adtam ki ezeket a felvételeket. Valami a sajtónak. Alapvetően ilyen kifejezett tiltás nincs, egy dologra kellett figyelnem, hogy ne okozzak ezzel nagyobb problémát az ügyben, és ne arról szóljon. Hát de arról így okozott nagy problémát, hiszen Nyakó István nem tudta beadni a kúriának. Nyakó István a felülvizsgálati kérelmét benyújtotta március 11-én, és itt jön még egy érdekesség, hogy március 16-áig ezt 5 napon belül kell felterjeszteni a Nemzeti Választási Irodának a kúriához, és ehhez képest a felvételek úgy tudom, hogy csak március 22-én
érkeztek meg a kúriához. Azt mondja még meg nekem, hogy ez szóba került a bizottság ülésen, akár február 29-én, akár a mai napon. Különösen a mai nap az érdekes, mert hogy azóta már ugye mindannyian láthatok a kültéri kameráknak a képeit, idővel ellátva, és pontosan látom, hogy 7 órakor beengedték már a társaságot. Miért nyitott ki a Nemzeti Választási Iroda 7-kor, mikor 8-kor nyit? Tehát ez esetben miért? Hát erre ma is azt a választ kaptam elnök asszonytól, hogy minden nap 6 órakor nyit az iroda épülete. Minden nap 6-kor kinyitják? Akkor miért nyitották ki 7-kor aznap, hogyha 6-kor nyitnak? Erre én se kaptam választ a mai napig. Most akkor 6-kor nyitnak, 7-kor vagy 8-kor? Melyik az igaz? Nem tudom, hát valószínűleg érdemes lenne ezt megfigyelni az elkövetkező napokban, hogy valójában mikor nyit ki az iroda. Ma azt a szóbeli választ kaptam, hogy nézze meg a felvételt, 6 órakor van egy ilyen hatalmas nagy fém rigli, egy ilyen retesz az ajtón, az 6 órakor elhúzták, hát mondom, lehet, hogy elhúzták, de... És akkor miért mentek be az ember? Hát koránkelő kedves kollégáknak üzenem, hogy akkor menjünk oda 6-kor holnap hátha. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm.